Felvételünk a Megadance Rádió támogatásával készült. www.megadanceradio.hu. Ne hallgass másra! Nyílt fogadónapot tartott az Ágoston téren dr. Páva Zsolt polgármester, amin zömében a környék idősebb lakói jelentek meg. Közérdekű és magánjellegű problémákkal egyaránt a polgármester segítségét kérték, aki ígéretet tett arra, hogy a lehetőségekhez képest segít megoldást találni ezekre. Azért mertem volna, mert nem tudom, hogy az, és én ezért írtam levelet, hogy mielőtt a közvélemény is arra, hogy javasolták a kisajátítást, és összefogjuk tudni a férjem a haszonévezőit, itt lett akkor villanyt is csinálva, mivel nem lehetett a kémét használni. Meg fogom nézni ezt a beadványt, amit mondom, nem láttam, és igen, ott van a többi rolámba. Viselkedési tavarai vannak, hogy nagyon szeretnénk, hogyha valami segítséget kapnánk a kisgyerek érdekében. Az is ugyanúgy le van adva, beadtam ezt. Kértem valahogy, hogy menjünk fel az Ady Endre után végig, és sehol nincs. És az Ady Endrén kéne derna, ugye, mert az egy... Nem az Ady Endrén... Hiszen a forgalmas utca, amit alig gondolom... És a harmad, a Háska utca annyira forgalmas, szemébe mondom. Jó, köszönöm szépen, viszontlátásra. Nem tudom, esetleg közösen, kulturális főváros kapcsán valami, vagy... Az már kicsit kevés, Pávis Gyuri vagyok, szervusz Zsolti. Itt állok melletted 10 méterre, már tegnap is szerettem volna találkozni veled itt, mert két újság kétszer adta hírül, hogy itt leszel. De nem is ez a lényeg, hanem szerettem volna megmenteni a bécsi repülőteret nemzetközi hasznosításra. Már kétszer hagytam neked üzenetet a polgármesteri hivatalba, de hát nem jött össze a találkozó. Talán majd most. Szervusz, Pávis György. Jó napot kívánok, Orsó György vagyok. Pécs, Derkovics utca 6-ban lakok. Polgármester úr, nagyon szépen megkérném önt, hogy szeretnék egyszer önnel beszélgetni a sorsról és az egész életről. Én megmondom úgy, ahogy van. 1990-ben kerültem össze Pós Lősnével, akivel 17 évet éltem együtt, egy huzamba, egy vonalba. Vele együtt éltem, vele együtt mindent csináltunk, dolgoztunk. Volt olyan, hogy maszekhoz kellett mennem, de hát ugye az se megoldás a maszek, mert hol fizet, hol nem fizet, hol van pénz, hol nincs pénz. Tehát az én életem az úgy tönkre van téve. Most már a harmadik éve lesz lassan, hogy meghalt ő, itt hagyott. 2007. szeptember 15-én halt meg. Egyedül vagyok. A Derkovics utcában ugye itt lakok fönt. A számlákat egyszerűen nem bírom fizetni. Nem, azt sem tudom, mi lesz, hogy lesz, hogy fogunk ezen a napokon élni, meg egyéb gondok vannak, problémák. Na most ezt a 28 ezer forintot, amit kapunk, ezt a segélyt, hát ez nagyon kevés mindenre, mert végül is 6-7 ezer forintot kell befizetni, és hát ugye a többi az meg élelemre van használva, úgyhogy semmit nem tudunk venni, egyszerűen hát nem tudok lépni se erre, se arra, könyörögnöm kell a szomszédoktól is, hogy hát valami kis pénz legyen, de hát senki nem tud adni semmit. Én ezért nagyon szépen megkérném polgármester úr a kedves szívességét és a jóságát. Én itt vagyok már Pécsen hosszú-hosszú évek óta, és hát ugye én nem vagyok se züllött, se alkoholista, semmi az ég a világon. Dolgoznák, de mivel hogy nem tudok dolgozni, mert ugye mindenhol megyek, megkérdezem őket, hogy van-e felvétel, és mindegyik azt mondja, hát azt mondja, nincs, mert be van telve, mivel hogy hát ugye ilyen a bőröm, tehát így nem, egyszerűen nem alkalmaznak munkára. Ezért, polgármester úr, kérem a kedves szívességét, hát legyen szíves a
segítségét megkérném, hogy legalább valamennyi összeggel, egy kicsivel többet, ha lehetne kapni, akkor talán az ember egy kicsit jobban élne a mai világot, de hát a mai világban ugye ez nagyon ki van halva, és az eddigi problémámat egyszerűen nem tudom megoldani, egyedül vagyok. Hát lassan biztos, hogy le fognak százalékoltatni, mert egyszerűen nem bírok se dolgozni, se erővel, semmivel se. Tehát úgy, hogy magyarul megmondom, ki vagyok finva teljesen. Nagyon szépen köszönöm a kedves szívességi polgármester úr a segítségét. Köszönöm szépen, és hát nagyon szépen megkérem magát, legyen szíves valamit tenni, értem, hogy valami legyen. Köszönöm az kedves szívességét, és a stábnak is köszönöm. Ha tudod olyan témát, ami érdekel másokat, vagy nem mernek róla beszélni, írja meg nekünk a videokukac@pecsioldal.hu e-mail címre. Ez a Megadance Rádió. Ennyit és nem több. Hidd el, ne hallgass másra. Megadance.